Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Február 22-i híradóval jelentkezünk itt az Emplén Televízióban. Legfontosabb híreinkkel kezdünk. Mobilizált okmányirodát adtak át Kovács Vágáson. A Sárospataki Művelődésháza vezetője lett a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumának vezetője. Kassa és Sátoraljóújhely újra összeért, új tárlat a Kazinczy Ferenc Múzeumban. Mobilizált ügyfélszolgálati buszt adtak át a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kovácsvágáson. A közigazgatási szolgáltatások fejlesztésének egyik célja, hogy közelebb vigyék az emberekhez a hivatali ügyintézést. Az elektronikus szolgáltatások mellett ez az ország bármely pontjára eljutó busz is ezt a célt szolgálja. Több mint 40 kovácsvágás ilyet a lehetőséggel, és kihasználta az új ügyfélszolgálati buszszolgáltatását. Gyerekeknek készültek személyigazolványok, útlevelet hosszabbítottak. Éppen ez a közigazgatási és elektronikus közszolgáltatások központi hivatalának célja, közelebb vinni az emberekhez a hivatali ügyintézést. Ezt nem csak az ország 336 okmányirodájában teszik. Ez a 337. ami azt jelenti, hogy ez a mobilizált okmányiroda mindazon olyan jellegű és típusú szolgáltatást tud teljesíteni, amit egyébként ma a kormányablakok és az okmányirodák tudnak. A buszban két ügyintézői munkahely található, és minden hagyományos okmányirodai feladatot el tudnak benne látni. A települések igényelhetik a mobil ügyfélszolgálatot, de még nagyobb intézményekhez is szívesen elviszik az állomást. Ez egy jelzése annak, hogy igen, a vidék Magyarországa is élni akar, az itt lévő polgárok is esélyegyenlőséggel szeretnének ugyanúgy ügyeket intézni, mint a nagyobb városokban. A közigazgatás átalakításának egyik legfőbb célja, hogy a modern adatszolgáltatás feltételeit összehangolják az állami szolgáltatásokkal. Az első lépése volt ennek az elektronikus személyigazolvány bevezetése. Egy kapu, ami kinyílt, és most sorra jönnek a lépések. A végén az e-személyigazolványon nagyon sok mindent önállóan lehet ügyintézni, elektronikusan aláírni, úgyhogy sok ilyen elképzelése van az államnak, és ez folyamatosan érik be. Kovácsvágásról nem csak időben, de pénzben is teher. Csak közigazgatási ügyintézés miatt Sátoraljóújhelybe utazni. Ezért látják jónak ezt a mobilizálható ügyfélszolgálati helyet a hegyközi emberek. Szükség van arra, hogy a végeken, a periférián élő emberek megkapják a lehetőség szerint a helyszínen, az adott településen a szolgáltatást, ezzel időt, pénzt és fáradtságot takarítanak meg. A busz katasztrófa helyzetekben is alkalmazható, amikor nagy számban semmisülnek meg az állampolgárok iratai. A mobil ügyfélszolgálattal gyorsan helybe vihető az ügyintézés. Lezárult a Nemzeti Kulturális Alap szakmai kollégiumainak tisztújítása, az újonnan delegált és kinevezett kuratóriumi tagok csütörtökön vették át kinevezési okiratukat Balogh Zoltántól, az Emberi Erőforrások miniszterétől, az NKA elnökétől és Doncsev Andrástól, az NKA alelnökétől. Az új vezetők közé tartozik Csatlósné Komáromi Katalin is, a Művelődésháza és Könyvtára igazgatója. Múlt hét csütörtökön vette át kinevezését a Művelődésháza és Könyvtára igazgatója. A megújult Nemzeti Kulturális Alap munkásságában ezentúl a 17 állandó kollégium egyikét, a közművelődési kollégiumot vezeti Csatlósné Komáromi Katalin. A sárospataki szakember már hosszú évek óta tagja az NKA testületeinek, országos kitekintéssel és tapasztalattal rendelkezik. Ahogy mondta, az önállóan működő kollégium az eddigieknél is tisztább szakmai helyzetet terem. Az elmúlt 4 évben a közművelődési szakmaterület a népművészettel közös kollégiumban volt, amely azért nem életidegen, hiszen ha csak a Sárospataki Művelődésháza programjaira gondolunk, itt is sok népművészeti jellegű esemény történt. Tehát ez a két szakmaterület volt a legkevésbé elválasztható, viszont komoly nehézséget okozott ez az összevonás az előadó művészet terén, vagy például a könyvterjesztés és könyvkiadás terén. Úgy gondolom, hogy most, ahogy én szoktam mondani, visszatért a rendszer a vegytiszta alapokhoz, és ez a mi esetünkben azt jelenti, hogy a közművelődési kollégium csak és kizárólag a közművelődési programoknak az ügyeivel foglalkozik majd.
Az új struktúrában egyre nagyobb szerepet kapnak a minőségi közösségi programok. Ez azért is fontos, mert a legtöbb lakost ezen rendezvények programok érik el, így kiemelt céljuk a megfelelő támogatási háttér biztosítása. 6 fős kuratórium dolgozik majd annak érdekében, hogy a művelődési házak és a közművelődési programokat szervező civil szervezeteknek a pályázatait koordinálja, elbírálja, szakmai irányítását és majd ellenőrzését elvégezze. Én nagyon bízom benne, hogy az a szakmaterület, ami egy kicsit mostoha a kultúra égisze alatt, ugyanakkor a legtöbb látogatót fogadja a művelődési házak rendszere, tud olyan támogatás jutni, amely akár kis településen, kisvárosban, de nagyobb településeken is a legjobb helyre jut majd, és a végső célja mindenképpen az, hogy a felhasználók, a szolgáltatást igénybe vevők is részesüljenek ezekből a forrásokból. Alakuló ülését március 10-én tartja majd az új testület. Első feladatai között lesz az őszi-téli időszakra szóló rendezvények pályázati támogatásának. Ennek feltételeinek meghatározása a pályázat konkrét kiírása lesz. Nyereségesen zárta a sí szezont az Emplén Kaland Park, tájékoztatott Sátoraljóújhely alpolgármestere. A sportcentrum 43 havas napot tudhat maga mögött, amely elsősorban a hóágyú rendszernek köszönhető. Dankó Dénes elmondása szerint a rövidebb szezon ellenére a síelők száma nőtt a kalandparkban. Mutatod a kézzel is, és akkor jobban rögzik. Tanulni és gyakorolni lehet az Emplén Kaland Park műanyag borítású sípályáján, azonban az enyhe és csapadékos időjárás Sátoraljóújhelyben is véget vetett az idei síszezonnak. A sportcentrumot ezen a télen a tavalyihoz képest többen keresték fel síelés céljából. A vendégek száma több mint 1100-zal nőtt, annak ellenére, hogy a szezon rövidebb volt. Gyakorlatilag december végén tudtuk beindítani a hóágyú rendszert, 29-én, január 2-án nyitott a pálya, és ugye múlt hét végéig voltunk nyitva. Ez azt jelenti, hogy 43 havas napunk volt, ami az elmúlt néhány év átlagában azért a legrövidebb szezonnak mondható, de így is azt gondolom, hogy a körülményekhez képest a lehető legjobb állapotot próbáltuk meg fenntartani. Ezt a visszajelzést kaptuk a sízőktől is, hála Istennek. Minden sípályát be tudtunk havazni. Amikor megfelelő volt az időjárás, mindegyik pályánk működött, a felvonóink üzembiztosak voltak, a ratrakok üzembiztosak voltak, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyot léptünk előre a saját magunkhoz mérten és a fejlődés útján. Sajnos az időjárás elég mostoha körülményeket szült így február közepére. A pályák jó minőségének biztosítása mellett olyan műszaki fejlesztéseket is végrehajtottak az Emplén Kalandparkban, melyek a síelők kényelmét és az üzembiztonságot szolgálták. Felvonón cseréltünk vonszolókat, cseréltük ezeket a vonszolókáján ezeket a tányérokat, és ami egy nagyon jelentős beruházás volt, ez nem látszott, viszont az üzembiztonsághoz nagyban hozzájárult, az, hogy a egyik vonszolós felvonón egy úgynevezett frekvenciaváltót tudtunk rendszerbe állítani, és sokkal, de sokkal biztonságosabban működött a felvonó. Elmondható, hogy nagy műszaki problémáink az idén nem voltak. Ez azt is jelenti, hogy ezért folyamatosan tanulunk, és egyre jobbak próbálunk lenni. Sajnos az időjárással nem tudunk mit kezdeni, de így is azt gondolom, hogy nyereségesen zártuk az idei szezont. A sípályák mellett a műjégpálya is bezárt a kapuit a hétvégén. Ezzel véget ért az idei havas jeges szezon a Zemplén Kalandparkban, de a többi élményelem továbbra is várja a vendégeket. Kassa és Sátoraljóújhely újra összeért. A Kassai Állami Tudományos Könyvtár közreműködésével a Kazinczy Ferenc Múzeumban mutatták be a Kassai Színházi Újság 20. század első évtizedeinek kiadványait. A tárlatnak Sátoraljóújhelyi vonatkozása van. A lapnak 1913-tól 1920-ig dr. Kemencki Kálmán a tulajdonosa, felelős szerkesztője. A jogászlap tulajdonos a II. Világháború után Sátoraljóújhelyben élt és dolgozott. Fia máig a városban él. Izgalmas és érdekes világot ismerhet meg a látogató a Petőfi Irodalmi Múzeum Kazinczy Ferenc Múzeumának új időszaki kiállításán. A Kassai Színházi Újság hasábjain keresztül a város pezsgő kulturális életét ismerhetjük meg, az első világháború előtti boldog békeidőket és a háború alatt is kultúrára vágyó közösségi életet. És amiért a tárlat Sátoraljóújhelyre érkezett, az a lap tulajdonosának személye, dr. Kemecki Kálmán, aki 7 évig felelős szerkesztője
is volt a lapnak. A Kemecki család a II. Világháború után a városba költözött, fia máig itt él. Milyen nagy dolog, hogy kétszer Kassán bemutatkozott, kétszer Sátoraljújhelybe. Sátoraljújhelybe 1945-től 81-ig gombaszakértő volt, szőlőmunkás, fönkönyvelő, mint ügyvéd ismerték, de a múltját, amit most láthattak, nem. A laptulajdonos jogász nagypapa művészetpártfogó tevékenységéről még unokája is a kiállításnak köszönhetően tudott meg többet. Valahol mindig ott voltak ezek, tehát emlékszem a lila ruha, amit ugye látszik a kiállításon, azt én gyerekkoromban próbálgattam, ott volt mellette a fekete ruha is, tehát úgy minden úgy visszaköszön, de így egyben nagyon jól látni őket. A lapot a Kassai Állami Tudományos Könyvtár munkatársai kutatták először. Eleonóra Blaskova sajtótörténész fedezte fel, hogy az újság több, mint egyszerű műsorközlő. A tulajdonos felelős szerkesztő jó érzékkel választotta ki a fiatal, tehetséges művészeket, írókat, festőket, hogy legyenek munkatársai. Nyiszkosom Odovi predstavili kritikákat, recenziókat, a színház életével kapcsolatos írásokat, ezen kívül képzőművészeti alkotásokat, grafikákat mutatott be, és abban emelnénk ki dr. Kemenszky Kálmán munkáját. Fantasztikus volt, hogy maga köré tudta csoportosítani a fiatal művészeket, és teret engedett nekik. A kiállításon a Kassai Színházi Újság mellett a Sátoraljaújhelyi korabeli színházi életet is bemutató lapot is megtekinthetjük. A megnyitón megismerhették az érdeklődők a kassai magyar színjátszás történetét, és azt, hogy a korabeli Kassa milyen fontos helyszíne volt a magyar művészvilágnak. Ha a lapot végigolvasok, akkor viszont azt tapasztaljuk, hogy minden mindennel összefüggött a színház, a képzőművészet, az irodalom, a társasági élet nagyon-nagyon összefüggő volt, és ezt az irodalomra is lehet közvetíteni, hogyha megnézzük a márai műveket, azokban valóban ez a világ, ez az élet köszön vissza. A megnyitó végén Márai Kassai Őrjárat című művének színpadi adaptációját hallgathatta meg a közönség. A polgár és a polgári rend az emberi együttélés egyik legértékesebb, leghasznosabb magas rendű terméke, mindaddig, amíg alkotó és hősies. A Kazinczy Ferenc Társaság és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia közös szervezésének köszönhetően dr. Szabó Zoltán halálának 51. évfordulója tiszteletére emlékkonferenciát szerveztek az IMA-teremben. Ennek keretében bemutatták az Igazság ösvényén című emlékkönyvet is. Dr. Szabó Zoltán személyisége és munkássága kiemelkedő volt a sárospataki teológia életében. Tanár, politikus, szívvel, lélekkel közösségi ember. A néhai dr. Szabó Zoltánra emlékeztek a Sárospataki Teológiai Akadémia imatermében. Az emlékkonferencián mutatták be a Kazinczy Ferenc Társaság 26. alkalommal megjelentetett évkönyvét is, amely dr. Szabó Zoltán halálának 51. évfordulója alkalmából az Igazság ösvényén címmel jelent meg. A szerkesztő szerint a sokoldalú tanár életútjának fő állomásai bemutatásával következtethet arra az olvasó, meghatározó alakja volt hazánk történelmének a tanár úr. Szabó Zoltán a Sárospataki Teológia nagyhírű tanára igen sokoldalú munkásságot fejtett ki, azon túl, hogy mint lelkipásztor és mint teológiai tanár nemzedékeket vezetett a hivatás gyakorlásába. A parasság érdekében, a magyar falu érdekében is sok sikerrel munkálkodott. Gondoljuk arra, hogy az ő nevéhez kapcsolódik a Sárospataki Népfőiskola kezdeményezése, hogy országgyűlési képviselőként nagyon sokat tett a magyar falu szociális támogatásáért. A Kazinczy Ferenc Társaság nem először foglalkozott a nagy hírű pataki tanár életével, úgy látják, munkássága ma is példaértékű és részévé vált a térség történetének. Abaúj és Zemplén legnemesebb örökségét, hagyományait ápoljuk, életben tartsuk, felelevenítsük. Nos hát itt konkrétan arról van szó, hogy itt Sárospatak meghatározó teológiai professzoráról van szó, dr. Szabó Zoltán személyében,
a 26. Széphalom évkönyvüket az ő emlékezetének szenteltük. A hűség és a szeretet jellemezte leginkább a teológia egykori tanárát, mondja a rektor, hozzátéve, hogy a két világháború közötti nehéz időszakban Szabó Zoltán és tanártársai értelmet és lehetőséget adtak a fejlődésre, iránymutatásuk máig meghatározó. További abban a küldetésben, ami az egyház küldetése. Szabó Zoltánhoz és ahhoz a korszakhoz azt gondolom egy kivételes időszaka kötődik a pataki református teológiának. Nagyon sok olyan kezdeményezés történt, ami nem csak az egyház életében, hanem a magyar nemzet megtartó erejében is jelentős szerepet játszott. Gondolok itt a Falu Szeminárium Kutatóintézetnek az elindulására, annak a névfőiskolai mozgalomnak a elkezdésére, ami Szabó Zoltán és tanártársai Újszászi Kálmán is hosszan lehetne sorolni a tanár személyiségeket, mind-mind egy olyan megtartó erőt jelentett, egy nagyon nehéz időszakban, két világháború között beszélünk, ami azt gondolom, hogy ma is olyan irányvonalakat, útmutatást mutathat, ami feltétlenül fontos. A teológia nem csak diákjainak, oktatóinak köszönhetően vált ismerté közösségi erejével is, amelyet többek között az emlékkonferencián részletesen bemutatott dr. Szabó Zoltán is formált. Valószínűleg öngyilkosságot követett el egy fiatal lány, amikor a Bodrog folyóba vetette magát. Keresése azonnal elkezdődött, de holttestét egyelőre nem találták meg a szakemberek. Az éppen áradó Bodrog folyóba ugrott még múlt pénteken egy fiatal lány. Úgy tudni, a csónakház felőli oldalon vetette magát a vízbe, testét a szemtanúk még egy ideig látták a hömpölygő folyóban, majd szem elől vesztették. A vélhetően öngyilkossági szándékkal történt esethez riasztották a helyi rendőrséget, akik értesítették a miskolci Spider speciális mentőcsapatot is. Az áradó folyóban szinte lehetetlen a test kutatása, a hatóságok és a szakemberek tehetetlenek voltak. A 20-as éveiben járó lányról a legnagyobb közösségi oldalon százak emlékeztek meg, tette előtt értetlenül állva osztoznak a család gyászában. Közben híre ment egy másik esetnek is a városban, miszerint az iskola kertben történt akasztásos öngyilkosság. A rendőrség megkeresésünkre kategorikusan cáfolta a híresztelést. A valóságban egy fa dőlt ki az ázott talaj miatt, amelyet kivágtak, az ott maradt törzset biztonsági okokból körbeszalagozták. Híradónk végén nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Mobilizált okmányirodát adtak át Kovácsvágáson. A Sárospataki Művelődésháza vezetője lett a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumának vezetője. Kassa és Sátoraljóújhely újra összeért. Új tárlat a Kazinczy Ferenc Múzeumban. Kedves nézőink, Önök az Emplén Televízió híradóját látták, megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk Önöket, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!